2008. július 31-én láttam először New Yorkot. A legnagyobb dolog volt ezt a rengeteg felhőkarcolót látni. Hogy látod a felhőkarcot, fölnézel, és nem látod a végét. És hogy ebből nem egy vagy két darab van, hanem szinte egész Manhattan ebből áll. Hihetetlen hangos a város. Tehát a mai napig az frusztrál, nagyon zavar, hogy mintha túltekerték volna a hangerőt. Bemutattuk otthon a Freedom's Fury, tehát a Szabadság vihere című dokumentumfilmet, aminek én gondoztam a sajtóját. És összehozott engem ez a projekt a két fiatal amerikai rendezővel, akik egyébként egy testvérpár. És nagyon sokat dumáltunk, hát nagyon amerikaiak voltak, de leültek velem, kérdezték, hogy mik a terveim, a céljaim, hogy tudnak ők ebben engem segíteni. És valahogy odáig futotta a dolog, hogy azt mondták, hogy hát ha engem az újságírás érdekel, akkor azt nem lehet New York nélkül megcsinálni. Kinéztem az NYU-t, tehát nekem az volt az álmom, hogy én bekerülök az NYU-ra, és beadtam a jelentkezésemet. Javasolták, hogy ne egy helyre adjam be, tehát az NYU-ra és a Columbia-ra. És az NYU-ra nem vettek föl. És akkor jó, akkor kijövök a Columbia-ra. Fogalmam nem volt, hogy a Columbia az Ivy League School, és egyébként a top, és olyan szinten konkurenciája csak az NYU, mint a BMW-nek a Rolls-Royce. Fölvettek, és utána még eltelt két év, mert össze kellett szednem. Hát ezek hatalmas összegek, amiben egy ilyen egyetem került. Tehát az én kolumbiás 8 hónapomnak csak a tandíja 55 ezer dollár. Mondták a szüleim, hogy ha nincs meg az egész összeg, akkor addig nem megyek el. Tehát ők nem tudnak engem segíteni. Egy bizonyos nagyobb összegű támogatás is jött, és egy vízum is, egy diák vízum, ez a J vízum. És hát utána persze a többi ösztöndíjat is meg kellett nyerni, de hogy ez adta a keretet annak, hogy én ide kijöhettem. Én nehéz sorsú gyerekként nevelkedtem. Sokszor még a napi betevőről sem jutotta, mert amit az apám keresett, asztalosként pénzt, az általában egy hét alatt elfogyott. Úgyhogy úgy éreztem, hogy ebből ki kell törnöm, és elköltöztem otthonról. Nem is tudom, hány éves lettem, talán 18-19. És utána saját magam próbáltam megélni. A szakmunkás elvégzése után elhelyezkedtem a McDonald's-nál, közben pedig leraktam az érettségi testi. Utána elhelyezkedtem a MediaMarktba. Nem tudtam egyszerre megélni. Ami pénzem volt, az mindet szinte elvitte a rezsi, illetve a megélhetés. Hitelt vettem fel arra, hogy el tudjak menni nyaralni. És azt gondoltam, hogy külföldön sokkal sikeresebb lehet az ember. Hogy egy kicsivel többet keres. Tehát én nem milliómos akartam lenni. Én azokat az alapvető dolgokat szerettem volna elérni, hogy legyen egy kis félretett pénzem, legyen egy autóm. Tehát ilyen apróság, még nem is kell új autót, csak se nyelvtudásom nem volt, se pedig az, hogy hova menjek. És akkor elkezdtem tanulni angolt. 34 éves voltam, amikor elmentem Angliába. Olyan felemelő érzés volt, hogy egy másik országban vagyok, egy másik kultúrát fogok megismerni. Körülbelül 4 hét után vettem azt észre, hogy bármennyit költöttem, mindig maradt valamennyi. Ez volt az a pont, amikor azt mondta, hogy megéri külföldön dolgozni. Az egyik barátommal, a köli lakótársammal eldöntöttük azt, hogy kijövünk New Yorkba, és itt New Yorkba próbálunk szerencsét. Volt bennem egy nagy adag kíváncsiság, hogy mi lesz. Az első fél évet végig szenvedtem a Kolumbián, tehát nagyon kemény volt. Az a szint, ahol nekem el kellett kezdenem angolul újságot írni, az köszönő viszonyban nem volt azzal, ahol az én angolom állt. 2009 nyarán lediplomáztam a Columbia Egyetemen, de már áprilisban el kellett tudnom dönteni tavasszal, hogy akkor most mi lesz. Úgy éreztem, hogy még nem tudok annyit, vagy nem tudok eleget. Tehát, hogy
hosszabbítani kell egy picit. Ráadásul ugye nem vettek fel az NYU-ra, és hát én nem szeretem, hogyha ne azt a választ kapom, hogy nem. Tehát akkor meg én felvételiztem az NYU-ra, és másodszorra felvettek. Az NYU-ra 2 évet jártam, és az utolsó fél évtől kezdve én a Reutersnél gyakornoki állást kaptam. Tényleg számít az, hogy hová jársz egyetemre, és elvégzel egy olyan szakot, amire van egyébként kereslet, ezt is kipipáltam, és be akartam kerülni egy olyan nemzetközi céghez, amivel én haza fogok tudni jutni. Tehát én nekem ez bennem volt, hogy itt szépen megtanulom a szakmát angolul művelni, majd egy olyan céghez megyek el dolgozni, vagy egy olyan médiumhoz, akiknek otthon is van valami lerakata, tehát hogy én ezzel majd szépen haza evickélek, az volt a terv. Nem volt tervem, amikor kijöttem ide New Yorkba. Szállásom már volt, mert az interneten találtam valakit, akik itt adnak ki szobát, és hát munkát kellett keresnem. Ami itt, New Yorkban nagyon-nagyon-nagyon nehéz. Nagyon-nagyon-nagyon nehéz. A legnagyobb probléma itt Amerikában, hogy az emberek többségének nincsen semmilyen papírja munkavállalással kapcsolatos. A Reuters gyakornoki állás az úgy ment, ahogy a nagykönyvben megvan írva, tehát jelentkeztem az állásra online. Semmifajta kapcsolatom nem volt oda. Megismertem egy közvetítőt, felhívtam telefonon, minden remény nélkül, hogy tud-e valami munkát. Azt mondta, hogy ő inkább nőkkel szokott foglalkozni, és hát ne reméljek, de majd körülnéz. És még azon a héten visszahívott telefonon, hogy van egy munka, érdekel. Persze, mondtam. És akkor kaptam azt a munkát, ahol még most is dolgozom. Ott állnak a spanyolok, várják a munkát. Hétközben többen szoktak állni. Ez körülbelül olyan, mint nálunk a Moszkva tér. 9-re megyek dolgozni, 5 óráig, de lehet, hogy lesz ma túlóra. Ezt így előre nem tudom. Tehát ez mindig nap végén derül ki, hogy benn kell maradni még plusz egy. Hát általában max. 1 órát kell benn maradni. Ma megjönnek a fűszerek, azokat be kell pakolni, ez körülbelül, hát attól függ, hogy ha egyedül csinálom, akkor eltart egy 2 óráig, hogyha ketten csináljuk, akkor 1 óra alatt végzünk vele. Ilyen pisztáciát, mogyorót, csokikat, mandulát, aszalgyümölcsöket, ezeket csomagoljuk. Ha felkelnék 5-kor, akkor tehát így nyugodtan el lehetne készülni, elolvasom a híreket. Mielőtt bemegyek, eljutok úszni, és sokkal könnyebb elkezdeni, mint hogyha rohanok magam után úgy, hogy ami hírt én elolvasok reggel, onnan már, tehát 3 lépésre előbbre tartanak. The next stop is Dumont Street, Essex Street. Excuse me. Stand clear of the closing doors, please. Most ha nem beled beszélgetnék, nálam van az Economist. És akkor próbálok időt nyerni, mert egy csomó idő elmegy az utazással. This is Delancey Street, Essex Street. És ez az érdekes egyébként ezekben a metróutakban, hogy a különböző vonalakon különböző emberek utaznak. This is a Queens-bound F local train. Főnökeimnek már 7 órakor van egy fontos meetingjük, akkor eldöntik, hogy mik lesznek az aznapi hírek, és akkor az összes többi alszerkesztő ezeket a híreket 9-kor újra tárgyalja. És akkor... Tehát nekik sokkal korábban kezdődik a napjuk. Szerintem ez egy ilyen közhelyszerű megfogalmazás, hogy Európában azért dolgozunk, hogy élhessünk, itt pedig azért élünk, hogy dolgozzunk. Tehát egy ilyen másfajta hozzáállás van a munkához. Amerikában azt a kérdést föltenni, hogy mennyit keresel, az olyan, mintha otthon azt kérdeznénk, hogy hiszel-e Istenben, vagy mi a vallásod. Tehát ez az egy kérdés, amit nem illik föltenni. Most keresek $360. Egy héten. Ebből fizetem a rezsit,
ami 350 dollár, tehát olyanképpen egy heti fizetésem ugrott, illetve még megveszem a bérletemet, ami ha megveszem a bérletemet, ami 100 dollár. Tehát körülbelül ez az, amit ki kell nekem fizetnem minden hónapban. Tehát megmarad körülbelül 1200 dollárod. We don't have as much security as our fellow American workers. And so, you know, but it's part of the gig, you know, you come here and you know that it's not going to be easy, so you make it work. I feel like people work way too much here. It's way too intense. Like, working 12 hours when I started there. But I don't work 12 hours. 8 hours, I'm gone and I go play basketball and do other activities. But I do think that the lifestyle in New York City is really crazy. The city's all about work, and you know, if you want to make it. Nem úgy gyűjtök, hogy minden egyes fillért félre teszek. Tehát, hogyha kell venni valamit, akkor kell venni valamit. Nincs mese. Én úgy gyűjtök, hogy amennyi pénz megmarad, megmarad. Tehát nincsen semmilyen konkrét célom ezzel kapcsolatban most tulajdonképpen. Októberben voltam egy hétig Los Angelesbe. Tehát fogtam magam és elmentem nyaralni egy hétre. Nem hitelből, így van, nem hitelből. New Yorkban azt hiszem a legnagyobb tétel, a legnagyobb kiadási tétel az az, hogy hol laksz. Ezen belül Manhattanben hihetetlen magasak a lakásbérleti díjak. Nem lenne az a semmi baj, ha ki kellene menni Brooklynba vagy Queensbe, és próbáltam is, tehát laktam külső negyedben egyszer. De én nem szeretem New Yorkot, nem szeretek itt lenni, és azt gondoltam, hogy ha már itt kényszerülök lenni, akkor legyek a közepében. A Lower East Side-on lakom egy piciketelt, szerintem 40 négyzetméternél nem nagyobb, de szépen felújított lakásban. Egy jó barátnőmmel élek együtt, és az ő férjével, és ez 2400 dollárba kerül ez a kis lakás, amely egy icipici kis szobám, ami 1100 dollárba kerül havonta. Én Brooklynban lakom, itt kevesebb a felhőkarcoló. A magyaroknak a többsége azért jön New Yorkba, mert otthon már nem tudnak megélni. És inkább elvállalják a takarítási munkákat, csak hogy kicsivel többet keressenek. Tehát ők nem kalandvágyból vannak itt, hanem a létük függ ettől. Hát én szabadabb vagyok. Én kalandvágyból jöttem ide ki. Nagyon sok különbség van Budapest és New York között, de nem amiatt vagyok New Yorkban, mert az itteni élet nekem jobban tetszik. Akik külföldön dolgoznak, rendkívül sokat érzik a magányt. És ezt a magányt le kell győzni. És csak így lehet legyőzni, hogy beviszed magadnak a rutint, hogy kitöltse az egész napodat valami. Ne legyenek üres járatok, amikor nem tudsz mit csinálni. Május óta folyamatosan figyelem az eredményeimet, és egyre jobbak, és jobbak, és jobbak, és egyre többet futok. Mindig vannak sérülések, mindig vannak bajok. Ezeket túl kell lépni. És a legszebb az egészben az, amikor legyőzöd saját magad. Van olyan, hogy azt hiszed valamiről, hogy az neked jó, és miközben már majdnem eléred, rájössz, hogy nem is. Az a nagyon nehéz egyébként New Yorkban, hogy amikor az embereknek tényleg az egész életük arról szól, hogy bizonyítsák önmagukat, és teljes 100%-ot adjanak bele abba, amit munkaszinten csinálnak, tehát a karrierbe, akkor az icipici kis szabadidejük, ami marad, tehát nagyon-nagyon fölértékelődik az idő. Én azt gondolom, hogy minden emberi kapcsolatban a legnagyobb dolog, amit a másiknak adhatsz, az az idő. Tehát, hogy ebben lehet a barátságnak a mélységét, vagy az értékét mérni, hogy mennyi időt fordítasz a másik emberre. És itt az a helyzet New Yorkban, hogy ez az idő még annál is sokkal kevesebb, tehát annál nagyon sokkal-sokkal kevesebb, amit egy európai ember megszokott. Tehát nem tartom ezt egy barátkozós helynek, nem támogatja New York se az igazán mély kapcsolatokat, se a jó barátságokat. Nekem is a legtöbb jó barátom, igazán jó barátom otthon maradt,
mindenki otthon maradt. És egy pár felnőtt barátság alakult ki közöttük, egy nagyon mély és egész érdekes barátság, mert egy teljesen más kultúrából jön az én Jicek barátom, aki egy ortodox zsidó, és nagyon, tehát a legelejétől fogva nagyon jóba lettünk. I wanted to find sources for my stories, and then I heard about your community, and they told me that you are this big community leader in Borough Park, so you could help me. So you believe anything that people tell you, it's well, they turned out to be right about this one. Well, you have that personality, which makes somebody friends immediately. Whatever. You exude a wonderful... You don't have to say because of the camera. No, I do have to say. I think you exude a certain joie de vivre, a certain innocence and a certain eagerness to see the other on their own terms, which immediately makes you a simpatico. It's really nice of you. Very sympathetic. To say this, yeah. Very empathetic and sympathetic. So I think that's how, so you ask how long did it take to become friends. I think for me immediately, and I think for nearly anybody that meets you, it's going to be almost an immediate connection. This is what people say, o chavrusa, o misisa. Either social context or death. Or death. Yeah. We're social creatures, and if we don't have society, if we don't have family, if we don't have friends, then it's better that we're... So I would be dead without you? What's your point? Oh, I forgot what my point was. You see, you're correct. I forgot what my point was. What were we talking about beforehand? Okay. Itteni amerikaiakkal nincsen kapcsolatom. Hogyha külföldön élsz, minden sokkal nehezebb. Sokkal nehezebb párt találni magadnak. Sokkal nehezebb ismerkedni. Sokkal nehezebb kialakítani egy kapcsolatot egy lányjal. Nem éltem itt szexis New York életet. Nincs pali, aki ide kötne. Most itt vagyok New Yorkban. Egyre inkább vágyom arra, ennek sok köze lehet valószínűleg a honvágyhoz, hogy egy magyar fiút találjak, hogy valaki magyar legyen mellettem, magyar legyen a másik fél. Nekem fontos, igen, fontos az, hogyha kialakítok egy kapcsolatot, akkor az magyar legyen. Próbálok minél több barátot összeszedni. Járok egy magyar filmklubba, ami a Manhattanben van. This bookstore is the only freestanding, not affiliated with religion and politics and God knows other nonsense that the Hungarians love to do out here in New York. This is the only place which is like a freestanding cultural zone. It's like people come here, they come here to learn Hungarian. The Hungarians come here to learn English. You have to be proud to be Hungarian. New Yorkban magyarnak lenni, tehát nem nagy kunst. Tehát, hogy mondjam, tehát New Yorkban mindenfajta féle szín és nemzet képviseli magát, és ezáltal kialakulnak kis közösségek, meg kis piacok, amik arra épülnek, hogy te veled elfelejtessék azt, hogy nem vagy esetleg otthon. Itt szoktam vásárolni gyulai kolbászt, azt itt nagyon szeretem. Itt szoktam vásárolni pixalámit, itt szoktam vásárolni különböző csokikat, Milka csokit, Turó Rudit, hogyha van. Azt nem tudom, hol van a piros arany. Szóltam Isi, hogy vegyek. Megvan. Csak nem erős kéne, hanem ami nem erős. De ez mind erős. Azért az, amit otthon hallunk, hogy hiszik, hogy itt, hogy milyen az élet, az teljesen az más. Teljesen más, képes, így van. Mi az igazság, ami... Nagyon fontos dolog, a hozzáállás a munkához, hogy itt nem az van, hogy hát ha nem dolgozik az ember, akkor nem tudja fizetni az albérletet, nincsen pénze. Uh-huh. Keményen kell dolgozni. És itt nem szórakoznak. Köszönjük szépen, holnap már nem kell jönni. Számomra a magyarság az azt jelenti, hogy magyarul beszélek, magyar az útlevelem, Magyarországon születtem,
ismerem Magyarországot, gondjával, bajával együtt, de akkor is az enyém. Mindenki ott van, aki számít, minden helyszín ott van, ami igazából számít, minden történés ott van, ami számít. Abba a percben hazamennék, hogyha kapnék egy olyan állást, amiről azt gondolom, hogy úgy nem kaphattam volna meg, hogy nem voltam itt kint. Most úgy érzem, hogy Magyarországra semmilyen körülmények között nem mennék vissza. Semmilyen körülmények között. Minél többet látok Amerikából, annál jobban érzem, hogy a demokrácia az nem egyfajta állomás, ahová el lehet érni, és akkor utána jó lesz. És most a demokrácia az egy nagy kötő, vagy ilyen lepedő szó mindarra, amiről azt gondoljuk, hogy a nyugat jobban működik, mint otthon a mi életünk. Miközben nem így van, nem egy állomás, amit el lehet érni, hanem egy folyamat. És ezen minden nap keményen dolgozni kell, és minden nap történhet olyan baki, hogy kiderül a miniszterelnökről, vagy az elnökről, hogy a diplomáját meghamisította, hogy a valamelyik nagy hatalmas leszól a tévé, mondjuk ez itt nehezebben történik, de valamelyik nagy hatalmas kitalálja, hogy valami nem hangozhat el a rádióba, a tévében leszólnak, hogy ez ne legyen így. Tehát ugyanezek a történetek napról napra másképp megtörténnek Amerikában, megtörténnek New Yorkban. Akármikor hazalátogattam Magyarországra, nagyon sok negatív tapasztalatom volt. Nekem szükségem van erre a táncra a Magyarország és Amerika között, hogy megőrizzem valahogy így megpróbáljam megtalálni, hogy a kettő között hol van a valóság, vagy mi az, ami valószínűleg igaz. Az otthon, az nekem most tulajdonképpen keresem az otthonom. Hiányzik nekem a családom, az öcsém, hiányoznak a barátaim, akik megmaradtak. Szia, Miriam! Hello, hogy vagy? Oké, hát én nagyon fantasztikusan. Most csináljuk a filmet, tudod? Örülök neki, hogy meghívtál. Ez nekem új dolog, ez a társasjátékos. És én szeretem ezt. Úgyhogy nagyon szívesen elmegyek. Hány olyan magyar van, akit az utcán megállítanak a közönnél, vagy az amerikaiak hülyék? De egy ilyen általános kijelentést, mert hogy nem tudják, hogy Bukarest az nem Budapest. És akkor ide akarsz jönni, és meg akarod nézni, az amerikaiak milyenek. Meg akarod nézni, a világ leggazdagabb országa, az hogy működik. És akkor egyrészt is meglátod, hogy mennyi szegény ember van ebben a gazdag országban, akik ugyanúgy hozzájárulnak a gazdag ország sikeréhez, akkor az például egy tanulópénz neked. Mi otthonról azt látjuk, hogy Amerikában ott tényleg ott mindenki a nyerésre megy, és azt nevelik a gyerekekbe, hogy versenyszellem is, hogy jobbak akarnak lenni a másiknál. És amikor ide jövünk, akkor meg azt mondja nekem az amerikai, hogy elegem van abból, hogy itt mindenki nyertes, és hogy akkor is megveregetik a választ, hogy nagyon jó volt a kismám, amikor több béna vagy. Amikor ide az elején kijössz, akkor egyértelmű, hogy itt egy turista vagy. Később évben nem országhoz tartozol vagy, hanem hontalan, nem? Én nem érzem ezt a mondták azok, akikkel a Magyarországban találkoztam, akik 56-ban jöttek ki. Azt mondják, hogy itt nincsenek otthon, és ahhoz vannak otthon, mert nincsenek otthon. Nekem az a tapasztalatom, hogy minél tovább vagyok külföldön, annál kevesebb a honvágyom. Az igaz, ha hazamegyünk, akkor, és visszajövünk, akkor egy hónapig azért úgy kemény. Tehát, de utána, hogy az ember azért visszaszokik a jóba. Tehát nekem egy nagy honvágyom van. És ez furcsa, tehát úgy nehéz vitatkozni, hogyha ti nem érzitek. Mert ezek irracionális dolgok. Nem azért vagyok itt, mert jó, mert hogy vagy mert annyira rossz, vagy mert otthon jobb lenne, vagy rosszabb lenne, hanem van egy munkám, amit el akarok végezni, és kíváncsi vagyok, hogy hova visz. És ez még meddig fog tartani? Hát ez egy nagyon jó kérdés. És az is biztos, tehát ez mindig az, amit mondtak, hogy az ember hazamegy, és már nem találja a helyét. Ettől függetlenül vannak olyan helyek, meg a nyelv, meg a család, meg tehát bizonyos olyan nagy egységek, amit itt soha. Ettől nem félsz, hogy hazamész és nem fogod találni a helyet? Biztos, hogy nem fogom ott, hát ezért nem ment. Tehát most válaszolva az Ági kérdésére, azért vagyok még itt. Mert nem mersz hazamenni. Igen.
Tehát mert van ez a hatalmas félelem bennem, hogy mi lesz, az megyek, az biztos. Mindenkit érdemes lenne egy picit kiküldeni, mert kapsz egy kicsit így rá tudsz látni mind a két valóságra, és picit objektívan nézni mind a kettőt. A szerencsés alkatod van, meg sok humor érzéke. Úgyhogy meglátjuk. Hogy fogod legyőzni a félelmet? Olyanokat kérdezel, amit én naponta háromszor saját magam. Ha itt lenne a családom, azt szerintem az lenne a kána. Hát ezt én is megfogalmaztam, hogy a Times Square az a sztórián lenne. Semmi probléma, hogy benne ezzel a helyen. A nagymamámnál lebédelnék minden nap. Igen, hogyha az embernek vannak főleg nagyon fiatal, vagy nagyon idős rokonai, akkor azok tudnak legjobban hiányozni általában. Hát meg az idő, amit elvesztesz, tehát az élet is véges. Tehát ami időt itt töltesz, azt nem töltöd azokkal, akik otthon vannak. Igen. Azt mondják, hogy akinek nagyon jó családi háttere van otthon, akinek nagyon erősek a családi kötelékei, az egész biztosan hazamegy. Tehát az egyszerűen nem lesz képes igazán boldog lenni önmagában, vagy a semmiről megpróbálja visszateremteni az ő gyökereit, nem lesz képes. Tehát az mindig boldogtalan lesz. De lehet, hogy ez az én példám. Én jövő nyáron én már tervezem, hogy tovább megyek. De ebből még lehet akár Nyugat-Európa is, és lehet Los Angeles is. Még képlékeny a dolog. Mindenki próbálja ki, mindenki menjen el külföldre, ha teheti. Nézze meg. És készüljön fel erre a nagy döntésre, amit a végén meg kell hozni. Magyar hazám felül. Kelj fel, keleti szél, indulj nyugat felé. Vidd el sóhajtásul, magyar hazám felül. Yeah.